Átadták a kistormási felújított óvodát. Közel 18 millió forintból kapott új festést, álmenyezetet és vizes blokkot az intézmény, továbbá átesett többek között belső nyílászáró, járólap és linóleum cserén. Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője úgy nyilatkozott, fontos, hogy kulturált környezetben nevelkedhessenek az itt lévő gyerekek, hiszen ők jelentik a jövőt a település számára. Ez a fejlesztés itt felújítás Kistormáson közel 18 millió forintba került. Örülök annak, hogy a Kárpát-medencében összesen, tehát Magyarországon, illetve a magyarok által lakott térségekben közel 3000 intézményt tudtunk felújítani, illetve újakat építeni. Fuzik Erzsébet, óvodavezető elmondta, örül, hogy a pályázatnak köszönhetően teljesen megújulhatott az intézmény belső része, ami segít abban, hogy az óvodába járó gyerekek otthonosan érezzék magukat ebben a környezetben. Teljes hálózatcsere lett a villanyhálózatban, a belső nyílászároknak a cseréje lett, mert a külsőket már egy korábbi pályázaton sikerült kicserélni, valamint a második termünknek az ajzata került felújításra, oda is került linoleum. Jelenleg 19 gyermek élvezheti a felújítást nyújtotta előnyöket, hamarosan azonban bővülni fog a létszám.